A fiatal a fürdőszobában vesztette el az eszméletét. Az édesanyja ezután hívta a központi segélyhívószámot. A tiszafüredi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a fürdőszobában a vízmelegítő környezetében méréseket végeztek, és ki is mutatták a szénmonoxid emelkedő koncentrációját. Ez az eset nem történt volna meg abban az esetben, ha az ingatlanban van szénmonoxid érzékelő. Ezért értesítették a gázszolgáltatót, illetve a kéményseprőipari szervet. A gyermeket a mentők végül kórházba szállították. Itt áll a mentőautó, bent voltak egy jó 50 percet, annyit tudok, hogy szénmonoxid mérgezés volt. Az eset megelőzhető lett volna, ha a házban van szénmonoxid érzékelő. Egy ilyen készülék a halálos gáz legkisebb mennyiségére is jelez, így a bent tartózkodók azonnal megkezdhetik a szellőztetést, és értesíthetik a tűzoltókat, valamint elkerülhetik a sérülést. Egy szénmonoxid érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe évekre garantálja otthonunk biztonságát. Fontos, hogy minden olyan ingatlanban legyen szénmonoxid érzékelő, ahol nyílt égésterű berendezés üzemel. A katasztrófa védelem az érzékelők pozitív és negatív listájával segít a megfelelő készülék kiválasztásában.